Köszöntöm nézőinket, hamarosan kezdődik az IHSZ verseny, Molnár Ferenccel beszélgetünk erről. Hanyadik alkalommal szervezték meg? Idén ez a negyedik alkalom, amikor versenyzőket fogadunk itt a erdei futópályán. Ahogy elmondtam már a többi versenyeken is, folyamatosan népszerűsödik a versenyünk. Idén rekord nevező létszám érkezett, 250 előnevezőnk volt, és nagyon sokat már vissza kellett mondani, még jöttek volna, csak a verseny szervezésének a lebonyolítása már akadályokba ütközik, hogyha egy csapatban 10-nél több ember van, így ugye 25 célt állítottunk fel, 25 csapat van, 10-10 ember, ez így azért még kezelhető, de ennél többet nem érdemes, mert akkor a verseny hátrányára megy. Igazából ez a 250 versenyző, ez meg is érkezett, durván még a nevezések folynak. Hamarosan kezdődik a megnyitó, ahova várjuk Kovács Sándor urat, a Szolnok megyei közgyűlés elnökétől lesz a hivatalos megnyitó. Lebonyolítunk egy vezérfogadást, megjelenítünk egy vezérfogadást, hogy hogyan történt két vezér találkozása őseink idejében, hogyan fogadták egymást, a béke jeleként hogyan köszöntötték egymást borral, kenyérrel. Ez egy 10 perces kis mementó, itt van a keleti gyepű vezére, ő fog ebben bennünket segíteni. A 25 cél meglövése után, ebéd után még csapatíjász párbaj, távlövészet lesz, úgyhogy igazából teljes napi program. Elmondjuk majd az íjászoknak, hogy ne türelmetlenkedjek, örömi íjásznap van, azért jöttek, itt legyenek. Természetesen egyik a másik csapatot ne tartsa fel, de nem kell rohanni, ezért jöttek. Bízom benne, hogy mindenki nagyon jól érzi magát. Ebédet bőségesen fogyaszthatnak, a Hubai Kft. Jóvoltából háromféle menüből is választhatnak a versenyzők, úgyhogy igazából minden idilli, az időjárás, a környezet, az emberek nagyon jól érzik magukat. 250 ember, megmondom őszintén, óriási létszám, tehát az országos versenyen tavaly ősszel nem voltak ennyien Egerben, ott azt hiszem 210-220 volt a nevező, tehát ez úgy gondolom, hogy jelzi a munkánk minőségét, hogy szeretik ezt a versenyt Karcagon, és szeretnek ide járni a versenyzők. Akkor mondhatjuk, hogy ez is az országosnál is egy nagyobb verseny, de tudjuk esetleg már az előzetesek alapján, hogy hány településről érkeznek, vagy honnan vannak a legmesszebbről? Igen, hát a települések azok számottevők, 40-50 településről tudunk beszélni, rengeteg egyesület, van olyan egyesület, ahonnan 16-an érkeztek, van ahol 8-an, nagyon sok egyesület megmozdította tagjait, tehát nem csak egy-két fővel érkeztek, de van nemzetközi versenyzőnk is Romániából, van a keleti gyepűből, illetve ha a legmesszebbről érkező versenyzőket kell nézni, természetesen mindig az anarchiakat szoktam mondani, a rakamaziakat, vagy lentről szegediek, békés csabaiak, mind itt vannak, akik úgy, ahogy szokták mondani, látogatják a minőségi és jó és kihívás jelentő versenyeket, mert azért a miénket azért is szeretik, mert vannak benne kihívások, hiszen nem csak standard célokra kell lőni, hanem vannak benne kihívás jelentő mozgó célok, amik igazán próbára teszik az íjász tudását. Itt a verseny előtt az előbb két őzike szaladt itt el, és éppen mondták itt többen, hogy jaj, de rendesek ezek az íjászok, nem célozott rá senki. Így van, élő állatot nem bántunk, van itt gumi állat, úgyhogy majd arra kipróbálhatják a tudásukat. Eszükbe nem jutna egyébként az íjászoknak élő állatot lőni. Én jó versenyzést kívánok, és hát azt, hogy legyen sikeres ez a mai nap, hiszen már minden adott hozzá. Így van, köszönöm szépen. Élünk a lehetőséggel, és bízunk benne, hogy ki is tudjuk használni. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük szépen. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnökével beszélgetünk itt az íjászok gyűrűjében. Rengeteg versenyző van, azt gondolom, hogy ez is jelzi, hogy nagyon jól csinálnak valamit a szervezők. Én azt gondolom, hogy a környék legnagyobb íjász versenyét szervezték meg a karcagi talpas íjászok. Én gratulálok nekik, hiszen azt látom, hogy azokban az anyagi szervezési nehézségekkel, amikkel ők szervezik ezt a versenyt, egy profi, nagyon szuper versenyt szerveznek, és én azt gondolom, hogy már szinte nem lehet növelni itt a létszámot. Talán Csízi Sándorra beszéltem, hogy azt mondta, hogy 250 nevező van. Én azt gondolom, hogy bármilyen sportverseny örülne, hogyha ilyen sok nevezővel, ilyen sok látogatóval versenyel. Én azt gondolom, hogy a mostani tavasz Karcag egyik legnagyobb rendezvénye ez.
És hát látjuk, hogy itt vannak a kisgyerekek, idősebbek, nyugdíjasok, tehát tényleg igazi családi rendezvény ez, és azt gondolom, hogy családon belül is lesznek versenyek. Így van, hát én is a nagyfiamat hoztam ki, hozta az íját, most már ott hátul az erdőbe gyakorol, hogy én is figyelem, hogy minden rendben legyen. Ő is várta ezt a versenyt, várta ezt a lehetőséget, hiszen neki is van íja, már tegnap otthon is gyakorolt. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szép sport, egy nagyon szép hagyományőrzés ez az íjászkodás, és fiúknak, lányoknak egyaránt egy nagyon jó dolog. Reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz, hiszen itt hallottuk, hogy 25 célpont van elhelyezve az erdőben, ami ideális környezet. Így van, nem is gondoltuk, hogy ez az erdélyi futópálya mennyi mindenre jó. Tökéletes egy ilyen gyalog-talpas íjász versenynek. Gyönyörű a táj, gyönyörűek a célpontok, nagyon szuper, és hát reméljük, hogy ennél rosszabb idő nem lesz, bár tavaly kicsit szemerkélt, hát ha idén nem, és egy nagyon jó verseny, nagyon jó hangulatú verseny lesz itt Karcagon. Köszönjük szépen, és engedjük is vissza a fiához, hogy szurkoljon majd neki. Én is mindjárt kipróbálom az íját, hiszen már nem a gyermek íjjal lő, amit először kapott, hanem most már egy felnőtt íjjal, és most már azzal is ügyesen bánik. Köszönjük szépen. Köszönöm én is.